Több hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait idén ősszel a Nyíregyházi Egyetemen, mint egy évvel ezelőtt, derült ki a múlt szerdai ponthatárhúzást követően. A legnépszerűbb szakok listáját tekintve nem történt nagy változás a korábbiakhoz képest. Akinek most nem sikerült bekerülnie egyik képzésre sem, a pótfelvételi során még próbálkozhat. Vendégem a témával kapcsolatban a Nyíregyházi Egyetem általános rektor helyettese dr. Kovács Zoltán. Köszöntöm itt a stúdióban. Köszöntöm én is a nézőket. Nagyon sok fontos dolog elhangzott itt a felvezetőben, és nem is tudom, hogy önöknek a fontossági sorrend vajon mi, talán pont ez, hogy többen kezdhetik meg tanulmányaikat. Ezt hogyan tudjuk számszerűsíteni? Igen, nehéz valóban fontossági sorrendet felállítani, hogy vajon mi a fontosabb, hogy emelkednek-e ezek a számok, vagy hogy minél több szakon tudunk képzést elindítani. Úgyhogy én most nem is vállalkozom arra, hogy fontossági sorrendet állítok föl, de az mindenképpen örömteli számunkra, hogy valóban a tavaly évhez képest két fontos változás történt. Egyrészt nőtt a felvett hallgatóinknak a száma, másrészt pedig, ami szintén egyetem számára úgy gondolom nagyon fontos, hogy a nappali tagozatosak aránya nőtt a teljes felvett létszám arányában. Ami azért is fontos, mert így nyilvánvalóan ezek a hallgatók, akik nappali tagozatra jelentkeztek és nyertek felvételt, ők egész héten az egyetem lakói, hogy ilyen szót használjak, miközben a levelezősök ugye csak a hétvégén veszik igénybe a kampuszt. Sejtenek-e valamit a háttérben, valami konkrét okot, vagy több dolog is okozhatja ezt az eredményt? Nyilvánvalóan ez valószínűleg komplex dolog, és évente is változni szokott ez, hol több, hol kevesebb. Elképzelhető egyébként, hogy sokan úgy döntöttek, hogy inkább nappali tanulmányokat folytatnak, mint levelezőst. Aki megteheti, hogy nappali tagozaton végzi a tanulmányait, nyilvánvalóan ő jobban jár ebben az értelemben. Csak egy példát hadd mondjak, ha akár a tanárképzésről, akár a például a mérnökképzésről beszélünk, úgy gondolom, hogy igazából, ha nincsenek meg az alapok még, tehát nem volt előzetesen más diplomája valakinek, akkor jobb az, hogyha első diplomáját mindenki nappalin szerzi. Arról nem is beszél, hogy például az osztatlan tanárképzésben nem is indítunk levelezős képzést, csak nappali tagozatos képzést. Még egy kérdés erejéig maradva a számadatoknál. Most nézzük meg az olyan szempontból, mint intézmény szempontjából, hogy önök elégedettek-e ezzel a számadattal, lehet ezt tervezni, vagy mennyire pontosan lehet ezt behatárolni, hogy mit hozhat ez az időszak? Ugye azt látjuk mindig elsőként a február 15-i határidő után, ami a felvételi jelentkezéseket jelenti, hogy hányan adják be a jelentkezést az adott szakra, az adott tagozatra. Ez alapján látszott egyébként, hogy növekedett ez a szám, és tényleg büszkék is vagyunk, és örülünk neki, hogy 1133 fő az, aki felvételt nyert most a normál eljárásban, és természetesen még van egy újabb kör ez a pótfelvételi, erről majd nyilván még később beszélünk. De ahogy mondtam, az is nagyon fontos emellett, hogy lássuk, hogy milyen szakokat és milyen tagozatokat tudunk indítani. És az örvendetes, hogy nagyon sok szakot és szakpárt el tudunk indítani, és nagyon sok esetben ez nappal és a levelező képzést is jelenti egyszerre. Ha kell úgynevezett favorit szakokat, legnépszerűbb szakokat kiemelni, akkor nyilván ezt meg tudja minden intézmény tenni, önök is. Ráadásul, ha jól látom, az egyik favorit szak pont egy olyan, amit éppen a jelentkező igények hatására nem is olyan régen indítottak el. Így van, valóban, ahogy ön is mondta a bevezetőjében, nagyon nagy változások e tekintetben nem történtek, de azért nevesítsük ezeket a szakokat, például az óvodapedagógus szak az egy ilyen. Nem is volt. Így van, valóban, néhány éve indítottuk, és tulajdonképpen a csecsemő és kisgyermekgondozóval és az óvodapedagógussal együtt, így most már a teljes pedagógiai, illetve tanárképzési vertikumot le tudjuk fedni egészen picikortól egészen ugye a felnőtt korig, vagy ilyen a gazdálkodás és menedzsment szak, ami már azért nem most kezdi te a pályafutását, de azért most még mindig népszerűnek tekinthető, hiszen nagyon sokan jelentkeznek arra a szakra is, vagy például a programtervező informatikus. Ebből a szakmából is nagyon nagy a hiány. Keresik a cégek például a jó programtervező informatikusokat, de megemlíthetném a mérnökképzést úgy általában, hiszen többféle mérnöki szakunk is van. Ott is azt látjuk, hogy évről évre emelkednek ezek a számok, ami a felvettek létszámát jelenti, és hát bízunk abban, hogy ez egyben azt is jelenti, hogy az iparnak, vagy éppen a mezőgazdaságnak is nő az igénye ezekre a végzett hallgatókra majd.
Nemrégiben bevezetett, akkor újnak számító szakokról ejtettünk szót, és most ezt megtehetjük-e a jövőre nézve? Vannak-e olyan jelentkező igények, amelyek indokolják azt, hogy akár még inkább bővítsék a palettát? Abszolút, és úgy gondolom, hogy egy 21. századi felsőoktatási intézmény nem is állhat meg egy adott képzési portfóliónál, és mondhatja, hogy ez minden, ennyit tudok. Folyamatosan figyelnünk kell a változásokat. Értem ez alatt a piaci igényeket, a munkaerőpiaci igényeket, de természetesen nem csak a versenyszférát, hanem akár például a pedagógus képzést is. Hiszen a pedagógus képzésben is mindig van valami fajta változás. Más igények jelennek meg például évről évre, és a mi adataink is azt mutatják, hogy nem mindig ugyanarra a szakpára, vagy ugyanarra a szakra van magasabb jelentkezés. Persze vannak itt is olyan szakok, amelyekre általában jellemzően magasabbak a létszámok, de évről évre ez változik. Ezért igyekszünk egy szélesebb skálát biztosítani a jelentkezőknek, még akkor is, hogyha nem minden szakpár indul el, de legalább úgymond a kirakatba kitesszük, amink van, és akkor így lehet válogatni. De megemlíthetném például a műszaki felsoktási szakképzést, ami kimondottan új. Vagy újként lehet még tulajdonképpen a járműmérnök képzésünket is említeni, és természetesen a jövőre nézve is vannak további terveink, amelyek jelen pillanatban még akkreditáció alatt vannak. Ez elsősorban közismereti tanárszakokat jelent, az azt jelenti, hogy nem csak általános iskolai tanárokat, hanem reményénk szerint 2020. szeptemberétől középiskolai tanárokat is fogunk tudni képezni majd. Még egy nagyon fontos szó kifejezés elhangzott ugye a felvezetőben, a pótfelvételi. Ez a Nyíregyházi Egyetem szempontjából mekkora változást tud generálni a most ismert adatokhoz képest, és mennyire élnek egyáltalán ezzel a lehetőséggel azok, akik szeretnének tovább tanulni? Akarnak-e annyira, hogy azon is megjelennek vagy jelentkeznek? Igen, hát ugye a pótfelvétel azok számára jelent lehetőséget, akik vagy egyáltalán nem jelentkeztek semmilyen szakra, sehová, vagy pedig nem nyertek sehová felvételt. Számukra nyitott ez a lehetőség. Akik bárhová felvételt nyertek, ők nyilván a pótfelvételjárásban már nem vehetnek részt. Azt is tudni kell, hogy az esetek nagy többségében a pótfelvételi eljárás az mindig önköltséges formájú képzés jelent. Nyilván ez behatárolja azért a lehetőségeket. Minden szakot, amire kellő számú jelentkező volt és elindítottunk a normál eljárás alapján, minden szakot meghirdettünk természetesen pótfelvételiben is, bízva abban, hogy lesznek újabb jelentkezők. Egyébként mindig szoktak lenni jelentkezők, nagyjából egy 8-10% közötti létszámarányról beszélhetünk egyetemi szinten, és hát ennek a határideje most augusztus 7-e, és természetesen, mint a normál eljárásban, itt is csak kizárólag elektronikusan a felvi.hu oldalon keresztül lehet jelentkezni. Végül a beszélgetés végén azt szeretném megkérdezni, hogy milyen, mennyire kemény munka van a mögött, hogy ilyen számadatokat tudnak produkálni. És hogy teszem azt bizonyos népszerű szakokon, mint a gazdasági szakok, tehát olykor magasabbak a ponthatárok, mint budapesti egyetemeken például. Igen, ez egy elég komplex folyamat, és nyilván az idő miatt nem is tudunk belemenni a pontos részletekbe, de azért azt mindenképpen el kell mondani, hogy nagyon komoly kampányt fejtünk ki. Jó 2,5-3 évvel ezelőtt új alapokra helyeztük a beiskolázási stratégiát. Nagyon sok eleme van ennek. Akár az eddigi nyílt napok, amelyek ismertek voltak, de új elemként például megjelent az úgynevezett élménynap, amikor nem csak elmondjuk, hogy mi van, hanem be is lehet menni órákat látogatni, be lehet menni laborlátogatásra, be lehet ülni egy szimulátorba, ki lehet próbálni például ezeket az eszközöket, berendezéseket. Tehát ezzel is szeretnénk felhívni a jelentkezők figyelmét és kedvét arra, hogy itt milyen képzések folynak. Tehát ilyen irányban is nyitottunk, és igyekszünk minél szorosabb kapcsolatot ápolni az iskolákkal, akik ugye a tanárképzésben résztvevő hallgatóinkat fogják majd foglalkoztatni, és természetesen a megye, a régió cégeivel is igyekszünk kapcsolatot teremteni, fejlesztjük a duális képzéseinket pont ilyen oknál fogva, és úgy gondolom, hogy ezek azok a apró lépések, amelyek összességében azt az eredményt hozzák, hogy ha nem is drasztikusan, de azért pici módon vagy pici vértékben mindig nő a jelentkezéseink és a felvett hallgatóinknak a száma, és bízom benne, hogy a jövőben is ez így marad. Azt meg tudja nekem mondani, hogy ki az, aki a legtávolabbról vállalja, vagy mely településekről, megyékből jönnek el fiatalok, ami már tényleg egy nagy távolságnak számít?
Hát a legnagyobb távolságról két angolai hallgatónk jött, ha már így nézzük, de hát ez egy másik történet természetesen. Ugye elsősorban azokra a szakokra jönnek távolabbról, amelyek vagy teljesen unikális szakok, vagy csak itt annyira kezdetem. Hát a pilótaképzés azért gondolom, az ennek minősül. Dunántúli hallgatóink rendszeresen vannak, de olyan szakokon nyilván, ahol, hogy amelyeket más intézményekben is tudnak tanulni, oda azért ritkábban jönnek távolabbról. De azt gondolom, hogy mi elsősorban ennek a régiónak kell, hogy a igényeit kielégítsük. Köszönöm szépen, hogy tájékoztatta a kedves nézőket. Köszönöm én is.